szüleim orvosok voltak, és amikor a pályaválasztásra került a sor, akkor édesapám valahányszor nem az orvosi pályát jegyeztem, mert mindig nagyon elszomorodottan nézett rám. Szombathelyi vagyok, és emiatt a Pécsi Egyetemre kellett volna jelentkeznem, de én tudatosan a Semmelweis Egyetemet választottam. Valójában kutatónak jöttem. Azonban az egyetem 6 éve alatt ez megváltozott, és egyre inkább előtérbe került, hogy klinikus szeretnék lenni. Végül is a pályaválasztásomban segített az egyetem, mert a 3 belklinikai állás közül egyiket se kaptam meg, és akkor így végén az Élettan Intézetbe kezdtem el a pályafutásomat, ahol egyébként diákkörös is voltam előtte. Viszonylag hamar, a végzés után 8 évvel kikerültem az Egyesült Államokba. Összesen több mint 6 évet töltöttem, de 3 különböző tanulmány során a NIH-ben, National Institute of Health-ben. A kétféle iskolából kiindulva megtaláltam azt az irányt, amiben én szeretnék tovább haladni. A második tanulmányutam alatt, amiből 95-ben jöttem vissza, a Harvard Hughes Medical Institute kiírt egy pályázatot, ami kifejezetten a volt szocialista országokban kutatásra irányult. Ezzel egy önálló kutatási irányt tudtam indítani itt az Élettan Intézetben, és tulajdonképpen ezzel tértem vissza. Ez, ahol most vagyunk, egy biokémiai, illetve molekuláris biológiai labor. A hormonreceptoroknak a működését kutatom. Érdeklődésemnek az elsődleges tárgya az angiotenzin 2-nek a receptora, ami részben a sóvízháztartás, részben a vérnyomás szabályozásban, értonus szabályozásban egy kulcs szereplő. Azzal kapcsolatban értem eredményeket, hogy amikor ez az angiotenzin 2 hat a sejtekre, akkor milyen mechanizmussal és hogyan befolyásolja a sejteknek a működését. Levkovic professzor Nobel-díjas citáció, az említés a közös cikkünket tulajdonképpen. Ez egy új irányt jelent a gyógyszertervezés számára. És ha GRK-t gátoljuk, akkor kapunk ehhez hasonló patent? Én azt hiszem, hogy a legbüszkébb arra vagyok, hogy 95-ben úgy jöttem haza egy önálló kutatást végezni, hogy egy komoly nemzetközi támogatást szereztem hozzá. Amikor én ezt megtettem, akkor az embereknek a többsége, aki sikeres volt külföldön, az külföldön maradt. Tehát azt gondolom, hogy ezzel egy olyan mintát sikerült meghonosítanom, ami sikeresnek bizonyult. Most már 12 éve vagyok az Élettan Intézet igazgatója, és kicsit több mint 4 év vagyok az általános orvostudományi karnak a dékánja. Én nagyon sokáig olyan kutató voltam, aki tényleg minden kísérletében saját maga SK benne volt. Hát ez így most már dékánként azért nem teljesen reális. Én ezt az egyetemet 18 éves koromban kiválasztottam, mint munkahelyet. Utána én azt gondolom, hogy ez az egyetem nagyon sok mindent adott nekem, és most én a pályafutásomnak abban a periódusában vagyok, ahol meg kell próbálnom visszaadni az egyetemnek.